Annak ellenére, hogy vizsgálat folyik Kassa József ellen az Agrobank botrány kapcsán, kinevezésének jogi akadálya nincs. A Szabadkai Hetilap 2006 óta magánkézben van. A VMS, a Demokrata Párt és a Szerb Haladó Párt emiatt nem kívánta véleményezni az esetet. Ezt egyelőre csupán a Magyar Remény Mozgalom nevében László Gyula tette meg. Meglepetéssel vettem, de tulajdonképpen a privatizáció alatt a Szabotiskai Norvinét a DSS közeli körök vették át, ők a tulajdonosok. Ha őnek a Kassa József jó, mint igazgató, mi erre nem tudunk, ezt el kell, hogy fogadjuk, de egy kicsit, nem kicsit, nem nagyon csodálkozunk a döntésükön. A lap privatizációja során Pegya Malisanovics, az Agrobank körüli botrány másik szereplője is érdeklődött a Szubotiske Novine iránt. A vevő a cég mellé ugyanis a város központjában lévő épületet is megkapta. Sokak szerint a privatizáció során főként az épület és nem a szerkesztőség volt a vonzó lehetséges vásárlók körében. Ezt a feltételezést támasztja alá az is, hogy Malisanovics a vállalatot használta fel biztosítékul arra, hogy kölcsönt kaphasson a Findomestic Banktól, de mivel nem törlesztett, a bank jelzálog alá vette az ingatlant, melyet végül a város elárverezett. A legsikeresebb licitáló pedig éppen Malisanovics lett, aki így jóval alacsonyabb áron vásárolhatta meg az ingatlant.